A magam és két szervezőtársam, Máró Judit és Olá Aladár nevében is köszöntök mindenkit, aki igen, ezen az alkalmi összejövetelünkön részt vesz. 50 évvel ezelőtt, amikor 1966-ban az évzáróról eljöttünk, nem is gondoltunk erre a találkozóra, mivel ez akkor még nagyon távolinak tűnt. Így visszatekintve viszont nagyon gyorsan telt el az idő, amely tulajdonképpen egy fél évszázad. Sajnos, amit kimondani is sok. Sajnos vannak, akiket már nem tudunk körünkben köszönteni, ezért kérném, hogy az elhunyt osztálytársaink és tanáraink emlékére egy félperces néma felállással és főhajtással emlékezzünk. A második osztály az életemben, akiket tanítottam. 1964-ben végeztem. Úgyhogy egy kicsit zavarban is vagyok, amikor azt mondja Pista, hogy emlékeimet nem nagyon vannak emlékeim. Annyira új volt nekem minden. Ahogy én ugye ide kerültem az iskolába, Jakab Tamás bácsi igazgató vett fel, de édesanyám, mivel pedagógus tanítónő volt, neki voltak ismerősei a kollégák között, de én senkit nem ismertem, olyan borzasztó kezdő voltam. És azt hiszem, most még ezt sem tudom pontosan, hogy én nem csak a lányokat tanítottam ebben az osztályban? Nem. Nem? Nem. Nekem van egy ilyen érzésem, hogy igen, tudnélik én biológia és mezőgazdasági ismeretek és gyakorlat szakos, illetve háztartási ismeret szakos voltam, és a háztartási ismereteket tanítottam. Meg utána, pár év múlva, mikor egy kicsit már belerázódtam én is a dolgokba, akkor kaptam meg az első osztályt biológiából. Tehát nagy valószínűséggel én a fiúkkal nem is találkoztam. Akkor a fiúk megyenek jönni? Ugye felnőttként váltunk el egymástól, és mégsem ismertük meg egymást. Hát akkor hogy ismerni meg én, ugye a gyerekek? Nagyon örülök, hogy ennyien vagytok. Eljött az az időszak, amikor katona voltam, utána következett, hogy megnősültem, kedves feleségem, három fiam van, soha nagyon sokáig hajdonálláson a Michelin TS-be dolgoztam, az ugye, amikor úgymond átalakult, onnantól pedig nem egy KFT-be vagyok. Én Tiszavasváriba kerültem a vegyipari szakmunkás képzőbe, ahol 69-ben végeztünk. 69-ben végeztünk, és rögtön a gyárba kaptunk ugye állást, és akkor, de közben beiratkoztam a vegyipari technikumba, és munka mellett elvégeztem. Közben azért 72-ben szakítottam időt, férhez mentem, 73-ban leérettségiztem, és a gyárban dolgoztam egészen nyugdíjig, 42 és fél évet, mint laboráns. 42 és fél évet laboránsként húztam le, most 7 éve, hogy nyugdíjba jöttünk. Közben ugye nekünk is született két fiú, mert ők már ugye felnőttek, még unokám nincs, lányok vannak, ének ott van. Akkor legjobb munka valamit. És itt ül a férjem, akivel 44 éves házasom volt. Nem semmi. Júliusban. Azt mondom, hogy nem kell Isten őrizni, mert a férjem. Azt nem.